A meccs előtt a nyíregyháziak egy győzelemmel előzték meg a tabella utolsó helyén álló Jászberényt, így mindenképpen jenő kellett volna ahhoz, hogy nyugodtabban várják az alapszakasz hajráját. Az első negyedben 4-0-ra és 12-11-re vezettek is a kékcápák, 10 perc után viszont már a vendégek álltak jobban 4 ponttal. A második negyed 1 ponttal a Berényé lett, és a folytatásban is csak futottak az eredmény után a hazaiak. A negyedik negyedben Busz két triplájával kétszer egyenlíteni tudott a Nyíregyháza, de a vezetés nem tudta átvenni a házigazda. 9 másodperccel a meccs vége előtt -3-nál a hazaiak támadhattak, azonban nem tudtak dobóhelyzetig eljutni, az eladott labdát követően pedig Kón pontot tett a mérkőzés végére. Nem értem, hogy miért voltunk ennyire álmosak ezen a mérkőzésen. Nem tudtunk edzeni délelőtt, mert nem volt termünk hozzá itt a csarnokban, éppen ezért csak fakultatív edzés volt, nagyon közel a mérkőzés időpontjához. Két ember jött le, talán ez eredményezhette, hogy ilyen álmosak voltunk ma. A vendégek edzője, a korábban játékosként nyíregyházani szereplő Szrecskó Szekulovics szerint jó védekezésüknek köszönhették a győzelmet. Mi nagyon jól gyakorolunk egész héten, és tudunk, de jó védekez, ez a kulcs. Szerintem ma este is jól védekezünk. Jól védekezünk, és ez volt az egész csapat jól működik. Biztos vagyok, de kicsi nyomás volt a nyíregyházi oldalon, ez hazai pálya, ez volt, muszáj nyerni. Mi is csináltam maximális szeret, nem volt ilyen könnyű, azért ez a nyíregyháza mindig visszajön az eredmény, csak én szeretem 95% a meccsek mi vezetünk. És nagyon jól védekezünk, és ez volt egész volt a jó csapatmunka. A forduló további eredményei: atomerőműese Sopron 72-69, Mavsz Körmend 85-90, Szombathely Pécs 86-62, Szeged Kaposvár 96-81, Szolnok Albafehérvár 68-64 és Zalaegerszeg Kecskemét 86-69. A tabella élén az atomerőműese áll 18 győzelemmel és 4 vereséggel, megelőzve az egyaránt 17-5-ös mutatóval rendelkező Szolnokot és Zalaegerszeget. A Marsó Nyíregyháza 4 győzelemmel és 18 vereséggel a 13. helyen várja szerdai soproni vendégjátékát.